egy érettségiző osztállyal 5 év együttlét és közös munka után az utolsó évben egy anyák napját szerveztem, mert tanárként az ember hát nem csak a gyerekeket látja, hanem a családjaikat is látja. És én engem az izgatott, hogy vajon mit lehet kezdeni ezzel a viszonnyal is. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha szerveznénk egy anyák napját. Azt gondoltam, hogy valamilyen módon ezeknek a szülőknek, akik a gyerekek születésétől kezdve egészen az érettségig végigkísérték őket, eljuttatták az iskolába, hogy valamilyen módon ezeket a szülőket is olyan jó lenne megszólítani. Tehát, hogy akkor most itt tényleg lezárni egy periódust, ami a gyerekek életében is lezárul, érettségiznek, a kötelező iskoláztatásuk befejeződik, felnőttek lettek, gyerekkoruk befejeződik a velem való munka, és akkor, hogy ezt oldjuk meg így, hogy bevonjuk a szülőket. És hát valójában az én szüleimmel való viszonyom az ugyanolyan nehézségekkel terhelt, csak hosszabb volt akkoriban már, mint a tanítványaimé, és azt gondoltam, hogy hát miért ne lehetne akkor az én szüleimet is elhívni. Hogy végül is az osztálynak körülbelül 90%-a azt mondta, hogy igen. Gyakorlatilag 10 befejezetlen mondatot adtam a gyerekek kezébe, és azt mindegyiküknek be kellett fejezni, és ez a 10 befejezetlen mondat valamilyen módon 10 életkorukra reflektált. És az, hogy mi kerül bele, és hogy ki mennyit szerepel, az az ő döntésük volt természetesen, tehát mindenki elkezdett ezzel foglalkozni, és akkor hozták, hogy ő szeretné ezt a verset elmondani, akkor azt hova tudjuk beilleszteni. Hogy az volt a megállapodásunk, hogy a szülők nem tudják, hogy hova jönnek. Én az anyukáméknak azt mondtam, hogy az osztályommal csináltam egy ilyen színi előadást, és nagyon örülnék, hogyha eljönnének megnézni. És akkor beültettük április végén a szülőket az iskola dísztermébe, és mi a másik teremből vonultunk be énekelve, ahogy az óvikba beszoktak vonulni a kisgyerekek. Nekem még most is ilyen borzongató érzés, mert tényleg valami olyan hangulat született meg, olyan figyelem és olyan meghatottság, hogy én ilyet azt hiszem még soha nem éltem át. Mindenki megrendült, elkezdtek sírni az anyukák, az apukák is, és akkor elkezdtek sírni a játszók is. Ott megszületett az a figyelem, ami nagyon ritka, hogy a saját maga feladatán túl oda tud fordulni a másikhoz, és tudja, hogy mikor kell közbeavatkozni, vagy kivárni, vagy valami más csinálni azért, hogy az a helyzet ott megoldódjon. Hát egyrészt erre vagyok talán a legbüszkébb. Tehát azt hiszem, nem csináltam ennél jobbat szakmailag. És nekem valahogy összefoglalja azt, hogy én mit gondolok arról, hogy mit lehet egy iskolában csinálni, vagy mi az, amit kéne csinálni. Azon túl, hogy megtanítok nekik 6 igeidőt, igeidő egyeztetést, és szódolgozatokat iratok velük. Törlei Katalin vagyok, 51 éves. Több mint 20 éve tanítok egy budapesti gimnáziumban, francia tanár vagyok. Hát tanárnak lenni azért jó, mert a gyerekek írtó érdekesek.